Az előzetes figyelmeztetések ellenére is több kutya elkóborolt a szilveszteri tűzijátékok és petárdázás után. A telepekre került ebek majdnem mindegyikének szerencséje volt, hiszen gazdája kereste és meg is találta. A menhelyeken így többségében olyan állatok vannak, amelyek nem most kerültek be, de nincs gazdájuk, örökbe fogadhatóak. Az én tapasztalatom szerint az idei szilveszter egy kicsit könnyebb volt, mint az eddigiek. Talán kevesebb állat is tűnt el, akiket mi megtaláltunk, illetve akiknek az Egyesülethez érkezett be a bejelentése, ott általában csippesek voltak, és rögtön megtaláltuk a gazdikat, illetve két kutya volt olyan, akinek a csip regisztrációja nem stimmelt teljesen, ők bekerültek a menhelyre. Az Állatvédők Vasi Egyesületénél a telepen és az ideiglenes befogadóknál összesen körülbelül 50 kutya, 30 cica, nyuszi és degu van. A Fekete István Állatvédő Egyesületnél ez az egy kutya maradt. A 87-es útról vitték be január 3-án Vasszécsény területéről, és nem keresi senki. Fiatal német juhász. Szilveszter estén több riasztásunk volt, ott a kutusokat visszatudtuk juttatni a csíp alapján a gazdikhoz. Január 1-i riasztásunkban volt két kutus, amelyik tovább itt maradt, de csipesek voltak, de a gazdát nem értük el, ők másnap haza tudtak menni. A közbe bekerülő kutyák is mind csipesek voltak, és haza tudtuk juttatni. Mindkét egyesület közösségi oldalán és honlapján az elveszett és az örökbefogadható állatokról a gazdikereső albumokban kép és rövid leírás található. Itt értesülhetnek az örökbefogadó napokról is azok, akik szívesen vennének magukhoz egy kis kedvencet.